Bár a műsor végén szokott lenni a játékkérdés, most csinálunk egy műsor közbeni játékkérdést is, ami így hangzik. Mi az, amiből téglát és szőnyeget is lehet csinálni? És Eszter fogja megválaszolni a gyepszőnyeg. A gyep, ugye? A gyepszőnyeg, igen. Gyep, de most nem a téglával, hanem a szőnyeggel foglalkozunk. Igen. A gyepszőnyeg nagyon jó, mert egy 4-5 éves gyepet kapsz készen a kertedbe, tehát gyakorlatilag megsporolod azt az időt, amíg fel kell nevelned, foglalkozni kell vele, gyommentesíteni, és egy gyönyörű, szép szőnyegszerű gyepet kapsz az otthonodba, ami gyakorlatilag egy pár centi vastag gyökérrel rendelkezik, tehát ez itt mind gyökér. Ezt, hogyha leterítik előkészítő munkák után, akkor rögtön, gyakorlatilag pár nap után ráléphetsz, és kész. Mit kell tennem azért, hogy meg is maradjon ilyennek? Nagyon sokat kell locsolni, tehát gyepszőnyeget majdnem mindig csak olyan helyre lehet ajánlani, ahol vagy van öntözőrendszer, vagy tényleg valakinek van arra ideje, kapacitás, hogy folyamatosan locsolja, mert az elején nagyon-nagyon vízigényes. Később vissza lehet fogni az öntözés mennyiségét, de az első 4 hétben azért egy folyamatos öntözőrendszeres felügyelet kell hozzá. Hogy képzeljük el, mi történik ezzel, nem tudom, egy-két év múlva, ugyanígy föltekerhető lenne akár, nem. Vagy összedolgozza nem. Magát? Nem, képzeld el, ez rögtön legyökeresedik, szinte egy pár nap után már, hogyha megnézed, itt ezek a pici gyökérkék már el is indultak, ezekkel a gyökerekkel, hajszálgyökerekkel megkapaszkodik, és egy pár nap után már önállóan képes felvenni a vizet. Nekiállhat ennek bárki nulla szaktudással, vagy azért ne kockáztassunk? Nekiállhat bárki. Jó fizikai állapotba kell lenni, egy ilyen gyepszőnyeg nedvesen 30 kilót is nyom, az be kell hozni esetleg egy kertbe, ki kell teregetni, össze kell illeszteni, tehát azért ez egy nehezebb fizikai munka, az előkészítő munkákról nem is beszélve. A gyepszőnyeg méretét könnyen kiszámolhatjuk, mérjük le a kertet és adjunk hozzá még 5%-nyit. Mit kell tennünk a kerttel előkészítő gyanánt? Igen, mondjuk ha abból indulunk ki, hogy van egy régi gyepünk, amit szeretnénk lecserélni gyepszőnyegre, akkor először le kell gyomírtózni a teljes területet. Arra kell várni legalább egy hetet, két hetet, amíg leszárad. Le kell szedni róla a gyomnyesedéket, föl kell rotálni a területet, kiszedni a tarackot, a gyökereket, tehát minden olyat, ami később a szép gyepszőnyeget károsíthatja. Bár mondjuk ez a gyepszőnyeg annyira erős, hogy nehezen engedi át már a gyomot. Tehát ha megvan a gyommentesítés, a területet le kell cserélni, esetleg a földet, tehát minimálisan egy 15 centi föld kell hozzá, hogy rendes termőföldre kicseréljük, utána vakondhálót lehet lerakni. Azt egyébként kell minden esetben, mert a vakondok nagy gondokat okozhatnak. Igen, azért jó, hogyha esetleg lefertőtlenítjük a talajt, mert akkor a vakondnak a tápanyagait tudjuk eltávolítani, és kevésbé költözik be a vakond, de ahol mondjuk olyan terület van, hogy jellemzően a környéken megjelenik a vakond, érdemes esetleg vakondhálót lerakni, ugyanúgy átfedéssel, hogy ne tudjon följönni a vakond. Ott tartott egy vakondháló? Vakondhálóra. A vakondhát olyan mélyen kell rakni, hogy mondjuk a később gyepszellőztetünk, akkor a gyepszellőztetőnek a kése ne akadjon bele, tehát legalább egy 3-5 centi mélyen kell lerakni. Utána egy jó minőségű termőföldet érdemes rárakni, ami apró morzsás, nincsenek benne nagy göröngyök, ezt teljesen le kell húzni egyenesre. Ilyenkor érdemes egy madzagot esetleg kihúzni, köműves zsinót, vízszintest beállítani, és a vízszintes szintet nagyjából tartani ott, ahol lehet nyilván a kertben. És amikor ez megvan, akkor átgerebjézni az egészet, lehengerelni, és úgy lehet rakni a gyepszőnyeget. A gyepszőnyeg rakásnál fontos, hogy kötésbe kerüljenek a gyepszőnyeg darabok, csíkok, tehát ne csak úgy, hogy a végek egymás mellett vannak, hanem mint mondjuk egy laminált parkettet, vagy bármi hasonló dolgot, tehát kötésbe rakjuk le, mert így kevésbé száradnak ki a szélek. Utána az öntözőrendszert nagyon fontos, hogy pontosítsuk, mert az öntözőrendszernek a széleken például fúj a szél, el tudja vinni a vizet, és a szélek megszáradhatnak. Ezért pontosan be kell állítani az öntözőrendszert, és legalább 5 percet kell locsolni egy-egy alkalommal, viszonylag elég sűrűn. A gyepszőnyeg jelentősen magasabb költségekkel jár, mint a füvetés, viszont rögtön kézgyepet kapunk, amire pár nap után rá is lehet lépni. Amiről még nem volt szó, a trágyázás, illetve a fűnyírás. Igen. Trágyázni érdemes már műtrágyát alkalmazni esetleg a lerakáskor, mert a gyökeresedést tudja serkenteni, illetőleg, hogyha már kész van a gyep, beállt, úgymond legyökeresedett,
akkor egy 4-6 hónapos indító trágyával érdemes megműtrágyázni. Ezt mindig nagyon óvatosan kell, mert nagyon könnyű műtrágyát túladagolni, egy jó minőségű műtrágya foltot hagyhat a gyepen. És utána a nitrogén általában nagyon gyorsan megnyomja a füvetet, nagyon gyorsan elkezd növekedni, ezért a gyepszőnyeget eleinte biztos, hogy hetente kell nyírni egy jó időben. Tehát nagyon gyakran, különben túl magas lesz, és berohadnak a fűszálak, és pont ellentétes hatást érünk el, mint amit szerettünk volna. Jön akkor három fontos és lényeges dolog a gyepszőnyegekkel kapcsolatban. Az első és talán a legfontosabb, hogy valamivel költségesebb, hogyha a gyepszőnyeget használunk, mint hogyha vetett füvet választunk, de biztos, hogy gyorsabban, akár 2-3 hét alatt lesz jó minőségű gyep a kertünkben. Szintén nagyon fontos, hogy onnantól, hogy leraktuk a gyepszőnyeget, fontos ápolni és karbantartani, rendszeresen kell locsolni és nyírni. És a harmadik, hogy magunk is lerakhatjuk a gyepszőnyeget, de talán kevesebb a hibaforrás, hogyha szakembert hívunk.